Vakcsibe. Nevetséges, valakinek mégiscsak el kell mondani ezt a dolgot, és méghozzá hamarosan, mielőtt meggondolnám, és eszembe jutna, hogy ostobaság. Kinek mondjam el? Annak az újságírónak, szent Isten, hát csináljon belőle riportot. Vagy itt szemben ül egy huszár kapitány, talán bemutatkozom és elmondom neki. De előbb mégis meg kellene fontolni legalább azt, hogy hogyan kezdjem. Hát nézze, kedves kapitány úr, most 3 hétig falun voltam, bizony egyik rokonomnál, és most 1 hét alatt történt ez a dolog. Nem velem történt, dehogy. Hanem egy kis csibével történt, nem valami kis leányt gondolok, hanem igazi kis csirkét, sárgát, akkorát, mint az öklöm, buta kis csőrrel, vékony bőrös lábakkal. Valami 10 darab volt, egy öreg morgos tyúk, az anyjuk vigyázott rájuk. Az udvarban szaladgáltak, mindig egy rajban, mint a vékony cérnával a tyúk lábához volnának kötve. Világos sárgák voltak, és roppant ostobák, tessék elképzelni, ilyen apró kis állatok. A véntyúk szigorú volt, de igazságos. Egész nap velük foglalkozott, kapart nekik mindenféle magot, meg mit, nem tudom, hogyan mondják ezt vidéken, mert városi ember vagyok. Ha nagyobb buták voltak, akkor kokkantott egyet, és kemény anyacsőrével megkocintotta a buksi sárga fejeket. Rendesen olyankor vált szükségessé az e fajta fenyíték, mikor tyúkanyó leült, amit a csivék nagyon szeretnek, nyakra főre futottak a jó, meleg pelyhek alá, ügyetlenül egymásnak futottak, és addig nem volt csend, még egy mérges, korholó vakkantás kíséretében oda nem ütött az egyiknek, s akkor az ilyetten, siránkozva csipogott egyet-kettőt, gyorsan bebújt a szárnyak mögé. Ugyanígy járt az is, amely kíváncsiskodott, kidugta a fejét, nem maradt nyugton. Akkor aztán csend lett. A csibék eltűntek, a tyúk kövéren és melegen lélegzett, lüktetett a fejük fölött, és a csibék aludtak, behunyt szemmel, boldogan, mint a tej. Ez a kis csibe, amelyikről beszélek, ez volt a legkisebb, onnan ismertem meg, mert különben egész egyformák voltak. Fehéres sárga volt, még ügyetlenebb, mint a többi, mindig baj volt vele. Megfigyeltem, hogy leggyakrabban ez kapott barackot a buksijára. Amellett mégis ez volt a leganyásabb. Csak a szárnyak alatt szeretett lenni, az ételt nem becsültett többre. Mindig ott lábatlankodott az anyja körül, hogy az majdnem felbukott benne néhányszor. Nagyon szerette a meleget, úgy látszik korábban kelt ki a tojásból a kelleténél. Nagyon kedves volt, mindig elől akart lenni, pedig a legkisebb lába neki volt, de szaporázta lépést, és ilyetten sápogva csipogott hozzá, ha arról volt szó, hogy első legyen a puha fészekben, langyos pelyhek alatt. Ott aztán elcsöndesedett. Igen. Jó, kapitány úr, mindjárt rátérek. A dolog úgy kezdődött, hogy reggel a kis csibe nem evett, és még kisebb volt, mint rendesen. Valami határozatlan volt az egész kis állaton, közben támolygott, és többször felborult, megbotlott. Oda mentem és felvettem a földről, nem futott el, ez volt a furcsa. A kezemen feküdt most, egy kicsit remegett a fejét, ami akkora volt, mint egy mogyoró behúzta, és csodálkozva várt, hogy mi lesz. Ekkor láttam, hogy mind a két szeme bedagadt. A nevetséges átlátszó kis szemhéjak, amivel madárféle alulról fölfelé zárja le gyöngy szemét, most duzzadtan, pirosan tapadtak a pihék közt. Először azt hittem, hogy csak ilyettében hújta be, de aztán láttam, hogy nem tudja kinyitni. Oda vittem Márton bácsihoz, megmutattam neki a kis csibét. Szakértelemmel nézegette, bólintott. Elmondta nekem, amit faluhelyen úgy látszik mindenki hallott már, de engem nagyon meglepett, hogy a kis csibe hirtelen belenézett a napba, és most gyulladt a szeme. Kérdésemre, hogy mit csináljak vele, vállat vont. Márton bácsi próbálja, megmondta, egy kis vizes pamuttal csavarjam be a kis csibe fejét, tegyem az ablakba, hagyjam ott 1-2 napig. És 2 napig az ablakban volt a kis csibe, és türelmesen várt, bekötött fejjel, mint egy kis beteg. A zsalut leengedtem, betettem a táblákat. Délután 3-kor kezdett el csipogni. Odakint a tikkat napfényben porzó udvaron akkor ült le délutáni bóbiskolás a tyúkanyó, a jó fészekért veszekedő csibék csipogása behallatszott bent, a pállott és alvó szobában valami szorongató és vigasztalan csendesség homálykodott. Ebben a csendben hangzott fel a beteg csibe torka, váratlanul is rögtönösen, hogy nem lehetett kétség benne, az udvarra felelget, azokkal szeretne beszélgetni. Aztán 3 óra hosszat egyfolytában megszakítás nélkül fokozódó fájdalommal panaszkodott. Végre elgyengült a hangja és csend lett.
Másnap kint voltam a hegyekben, 6-kor jöttem be, már a küszöbön megütötte fülemet a beteg csibe hangja. Egész nap csipoghatott, mert rekket volt, mint valami icipici csengettyű, ami megrepett. Másnap reggel erre a csipogásra ébredtem megint. Ekkor nagyon megsajnáltam a kis csibét, óvatosan kivettem az ablakból, kicsavargatva a nedves gyolcs közül, és abban a pillanatban elhallgatott, mintha elvágták volna a torkát. Egészen kicsike és sovány volt most, a pelyhek vizesen hozzátapadtak nyomorult kis bőréhez, buksi fején pedig hegykén borzasan állt néhány nedves összetapadt toll. A nyaka kopasz lett és ráncos meg veres, mint a paprika. Mikor a kezem melegét érezte, nagyon csendes lett, hallgatózott. A két kis szem nem nyílt fel többé, elmúlt a daganat, de a két gyöngy üresen és fehéren tátongott a héjak közt. A kis csibe megvakult, nem furcsa? Nem is tudtam, hogy a csibék is megvakulhatnak. De nagyon nedves volt és borzas, és kivittem az udvarba, ahol sütött a nap, és letettem a földre, hogy megszáradjon. Állva maradt a csupasz földön, mint két gyengén megtámasztott gyufaszálon egy félmarék sárga kóc. Csámpásan állt, behúzta a fejét és hallgatózott. Csibék szaladgáltak csipogva, fűillat csapott a csőréhez. A vakcsibe állt, és egy hang sem jött ki a torkából. Aztán ügyetlenül lépni próbált egyet, de mindjárt megállt megint. Most igen-igen elcsodálkozott. Ezután ez történt. A tyúk felállt, odajött a csibéhez, a csibe testvérek is odafutottak és körülállták. A vén tyúk kotkodácsolt egyet, aztán odakoppantott a csőrével. Hát te honnan kerülsz elő és milyen állapotban, mondta haragosan. A vakcsibe nem felelt egy kukkot se, bűnbánóan gubbasztott, hagyta ütni magát, lógó csőrrel és összehúzódva, és kimondhatatlan boldogság volt a hallgatásában. Aztán ott hagyták, és a tyúk leült megint, és a kis csibék alá furakodtak. Most megmozdult, a hang után tipegett, de már nem tolakodott. Szerényen és udvariasan bújt el a tollak közt, és most nagyon-nagyon boldog volt, és úgy volt megint, mintha semmi nem történt volna, s rossz álom lett volna az egész. Aztán sokszor így láttam a vak kis csibét. Ott mászkált a többik közt, és nem volt már öröme, csak az anyja körül lehetett. Igen, nem furcsa? Csak hogy sokszor egy dobogó láb felriasztotta a tyúkot, a csibék szétszaladtak, a vakcsibe magára maradt, felállt, behúzta fejét és hallgatózott. Nem nagyon törődtek vele most már, hozzászoktak riadt sovány kis testéhez. Én is elfelejtettem. Egy hét múlva egyszer megláttam megint. A fáskamra oldalában gubbasztott. Egyedül volt, úgy látszik elfáradt leült. Óvatosan hajoltam le, hogy el ne riasszam, de nem volt szükség erre a vigyázatos mozdulatra, a vakcsibe meg sem moccant, mikor a kezembe vettem. Nem is csipogott. Közönösen hagyta, hogy áttegyem a másik tenyerembe, félrehajtotta a fejét. Lábam alatt csipogtak a csibék, de a vakcsibe nem felelt már nekik. Ekkor eszembe jutott valami, a másik tenyerembe néhány magot tettem, s egy cseppecske vizet. Most a vak fejét odaszorítottam a magokhoz. Egyszer-kétszer nem reagált, harmadszor kinyitotta a csőrét és odakapott. A tenyeremet találta, újból, most már mohóbban biccentett oda, és ezúttal felszedett egy magot. Sokáig tartott, míg ziháló és vonagló torokkal lenyelte, párat pötyögött még a csőrével, mindegy biztosan tudni akarta, lemente már. Aztán élénken kinyújtotta a fejét, keresgélt, és most sebesen, egész kihűlő testével remegve, bedagadt szemekkel és csupasz, kopasz fejjel enni kezdett. Igen. És ekkor láttam, hogy a kis lábai egészen, na igen, egészen le voltak száradva. Leszáradtak a lábai. Hogy minek mesélem én ezt el, tetszik tudni? Bizony Isten, nem tudom, tudnilik csak azért, hogy furcsa, ugye? Csak éppen ezt, mert aztán óvatosan letettem a földre, hogy majd másnap reggel megint megnézem. De már megdöglött, mire megnéztem. Ott feküdt, döglötten, ahová letettem. Leszáradt kis lábai égnek meredve. De hát mit csodálkozik ezen kapitány úr, csak nem hiszi, hogy bolond vagyok, úgy néz rám. Hát nem mesélhetem én el, mi van abba, hisz elég furcsa. Ön talán hallotta már, hogy a csibék is megvakulhatnak? Én még soha se hallottam. Hát csak ezt akartam mondani, és hogy milyen egy buta látvány volt, amint úgy kapkodott a kis fejével a maguk után. Na, gyerekség! Hát, ideges vagyok, na, nevető görcsöt kapok mindjárt. Köszönöm, csak hagyja, van nálam zsebkendő. Jól vagyok, mindjárt jól vagyok, ne nézzen ide! Micsoda, egy hülye vagyok igazán. Olyan rettenetesen nehéz lett a szívem. Alászolgálja.